a Ratkó-szobor avatásának legünnepélyesebb pillanatai. A költő egész alakos bronzszobrát Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, Juhász Zoltán, a település polgármestere, és Ratkó József, a költő fia leplezte le a közelmúltban. Az avató ünnepségen Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a költőt méltatva úgy fogalmazott. Ratkó Józsefnek helye van Kő Pál szánkészítő mester nemzeti panteonjában. Ratkó József, Jés Gyula, Csóvi Sándor, Nagy László utáni nemzedék egyik jeles személyisége, és nem csak költőként, emberként is szálkás élete volt. És a mai nap itt Nagykállóban megjelenik a szobra, a bronz képmása. Ez a szobor egy olyan embernek az alkotása, akit szánykészítőmesternek is neveznek, Kő Pál, és mintha ezzel most emelkedne a mai nap Ratkó Józsefnek az életműve. Ez az életmű, ez kikezdhetetlen és sérthetetlen. Ugyanakkor, ha valaki leül hozzá, akkor érzékeli, hogy a rendszerváltoztató két évtized mit jelentett itt ebben az országban, és hogyan tudták ők gondolataikkal, verseikkel, metaforába bújtatva előkészíteni a mai korszakot. Az avató ünnepségre a Ratkó József emlékév keretében a költő születésének 78. évfordulóján került sor. Az eseményen többek között beszédet mondott Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, aki az emlékév legkiemelkedőbb eseményeként jellemezte a szoboravatást. Verssel adózott a költő emléke előtt Mohai Gábor, Radnóti díjas versmondó, és Ratkó József kedvenc népdala is elhangzott az ünnepségen. Mielőtt lehult a lepel, ma az volt a legszebb pillanat, és talán előtte még az alvó hajnali csönd, a várakozás magánya, a méltóság magánya, az elégtétel, mint feltámadás előtti pillanat. Ezekkel a szavakkal összegezte gondolatait Bugya István költő, Ratkó József egyik legjobb barátja. A 2 méter 20 centiméteres egész alakos bronz szobor Kő Pál, Kossuth és Munkácsy díjas szobrászművész alkotása. A költőt megformáló szobor egyik kezében könyvet tart, másik kezében pedig egy égő cigarettát, amelynek füstjében Ratkó Egy ágyon egy kenyéren című verse olvasható. Nagyon rövid időm volt arra, hogy bele mélyedjek és bele éljem magam igazán, hogy milyen is legyen a szobor. Úgyhogy előbb egy kis viaszfigurát csináltam, amelyiknek aztán a keze jobbra-balra hadonászott. Nem találtam a helyzetet, a pozíciót, és szép lassan tisztult le idáig, hogy a bal kezét, amelyik a könyvet tartja, azt Wehner Tiborról csináltam, mert ő járt be, és hát majdnem ekkora Wehner Tibor, már élő valóban nem nagyon kellett túlozni. A cigis kezet pedig a tanszékvezetőm, a Karmó Zoltán jelentette, tehát őt kértem meg, és cigizett, és rajzoltam rengeteget, és akkor később került rá, mert így nem lehet mintázni, mert nem marad meg az anyag. És az külön, ugye a készfejet külön csináltam, és a füstöt, meg a cigit, meg a kezet. Úgyhogy most állt össze, amikor kimentem aztán a bronzöntőhöz, akkor állt össze a teljes kép nekem. Nagyon fontos szerepet tölt be Nagykállóban Ratkó József szellemi hagyatéka. A könyvtár a nevét viseli, idén már 11. alkalommal került megrendezésre a róla elnevezett országos szavaló verseny. Az, hogy most már a szobra a város főterén áll, úgy gondolom még közelebb hozza a nagykállóiakhoz a személyét és munkásságát. Fogalmazott ünnepi beszédében Juhász Zoltán polgármester. Ezután a történelmi egyházak képviselői áldották meg a köztéri alkotást, majd az esemény zárásaként a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit Ratkó József szobránál.